Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim. Karácsony 8-ának 6. napján, a Szűzanya szombatján. Köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, itt a Szent Angyalok templomban, és mindazokat, akik az Apostol televízió szolgálatával kapcsolódnak be a mai szentmisénkbe. A szentmise szándékának kérője, mondhatnánk úgy, hogy közérdekű kérést fogalmazott meg, illetve hálaadást az engesztelő kápolna épüléséért, illetve Mindszenti József bíboros úr boldoggá avatásáért. Imádkozzunk ezekre a fontos szándékokra, adjunk hálát az Úrnak, hogy gondviselésével a katolikus hitben vezeti életünket, szolgálatunkat. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Könyörülj rajtunk, Urunk! Mert védkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Engedd kérünk, mindenható Istenünk, hogy egyszülött fiat test szerint való születése
a bűn régi rabságából szabadítson meg minket, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Írok nektek, gyermekeim, mert bűneitek bocsánatot nyertek Jézus nevében. Írok nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdet óta van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, gyermekek, mert megismertétek a mennyei atyát. Írtam nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdet óta van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, él bennetek Isten tanítása, és legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mindaz, aki a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevéssége nem az Atyától való, hanem a világtól. De elmúlik a világ és minden bűnös kívánsága. Aki pedig Isten akaratát teljesíti, az örökké él. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Hallé, halléluja. Hallé, halléluja. Felragyogott ránk a szent nap, jöjjetek nemzetek, és imádjátok az Urat, mert ma nagy fenyésséget szállt le a földre. Halleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben, amikor a gyermek Jézust szülei bemutatták a jeruzsálemi templomban, ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya, Áser törzséből. Idős volt már, napjai előre haladtak. Leánykora után 7 évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a 84. évét. Nem hagyta el a templomot soha. Bőtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban. Biztatóak a Zsoltár szavai, amikor a Zsoltáros kifejezi ragaszkodását a templom iránt, és arról imádkozik, hogy otthonom lesz az Isten háza mindörökké szünet nélkül. Ezt lehet szó szerint és fizikai értelemben is venni, de ezt nem sokan mondhatják el magukról. Én elmondhatom már az utóbbi szolgálati helyeim vonatkozásában, hogy otthonom lett az Isten háza.
vagyis mind a Szent Rita templomban, mint a 6. kerületi Szent Család templomban, mint Farkasréten, mind itt Gazdagréten, a templom házában lakom. Tehát valóban mondhatom, hogy otthonom lett az Isten háza. De valójában a Zsoltár nem erről szól, hanem azokról a hívő emberekről, akik ragaszkodnak az Úrhoz, és akik jól érzik magukat Isten házában, az imádságban, akik tudnak megnyugvást találni a templomban, erőt gyűjteni, és valóban a lelki otthonukká válik az Isten háza. Ilyen volt Anna próféta asszony, akiről most hallottunk az evangéliumban, aki ugyancsak várta a megváltót és a megváltást, és özvegységében böjtölve, imádkozva szolgálta az Urat, és otthona lett az Isten háza, nap mint nap ott volt a templomban, és ő is várta az érkező szent családot. Ugyanakkor kevés lett volna, és minden egyéb esetben kevésnek bizonyulna az, hogyha az Isten házának a szerepe csupán egy személyes élmény maradna, hogy nekem jó itt lennem, ha csak megmaradnánk a Péter féle öröm felkiáltásnál, amit a Táborhegyén mondott, Uram, jó nekünk itt lennünk, hadd maradjunk, építünk itt sátrakat. Ez kevés lenne, mert Anna próféta asszonyról Szent Lukács azt is leírta, hogy mindenkinek beszélt a gyermekről. Tehát valóban próféta asszony volt, aki továbbadta az örömét, aki elmondta, hogy miért jó ott lenni az Isten házában, elmondta, hogy kivel találkozott, ki az, aki eljött hozzánk, ahogyan Zakariás, keresztelő Szent János édesapja hála imájában éppen erről imádkozott a gyermeke születésekor, hogy áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Vagyis a templomban az Úr az, aki meglátogat minket, mert közénk jött ide a földre. Mi is látogatjuk a templomot, de ennél nagyobb jelentősége van annak, hogy az Úr az, aki meglátogatja az ő népét, és aki erőt ad, de ugyanakkor feladatot is ad, hogy ezt a látogatást továbbadjuk, ennek az örömét hirdessük, hogy beszéljünk a gyermekről, az Isten fiáról, aki értünk emberré lett, azért, hogy számunkra kijelölje a tiszta utat, kijelölje az atyai ház felé való utat, és meg is adja azt, hogy előre haladjunk ezen az úton az ő segítségével. Így tehát a mai alkalommal is kérjük az Urat, tegye boldoggá az életünket, azáltal, hogy nap mint nap itt lehetünk az ő házában, de tudjuk, hogy a mi otthonunkba is ellátogat az Úr, ha innen magunkkal visszük a szívünkben, és meglátogatja mindennapjainkat, szolgálatunkat, de megkívánja a prófétálást, hogy hirdessük a megszületett megváltót. Amen. Testvéreim, megváltónk születésének ünnepnapjain az Isten gyermekség örömével fohászkodjunk az Úrhoz.
Add, Urunk, hogy egyházad a betlehemi pásztorok hitével fogadja megtestesülésed szent titkát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy egyházad tisztelje és szeresse betlehemi igénytelenségedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy ezen szent ünnepen meghallja a világ az angyalok békeszózatát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy amint a mi testvérünk lettél, legyenek egymásnak testvérei az emberek is. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, a karácsony boldogságát, a gyermeket váró édesanyáknak, az újszülötteknek pedig add meg az Isten gyermekség kegyelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, te részese lettél emberi természetünknek. Engedd, hogy mi pedig megtestesülésed titka által isteni dicsőségedben részesüljünk, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. A 25-ös ének harmadik versszakát énekeljük. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyházának. Kérünk, Urunk, fogadd kegyesen néped felajánlott adományait, hogy amit áhítatos hittel vallunk, a szentségi ajándékaidban magunkhoz vehessük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, hillő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert világra jöttének most ünnepelt szent titka révén, láthatóan megjelent köztünk a láthatatlan, élő Isten. Az idő kezdete előtt született, mégis időbeli létezést vállalt, hogy önmagában felemeljen mindent, ami veszni indult. Így helyreállítsa a világrendjét, és az elbukott embert ismét a mennyek országába hívja. És ezért mi is dicsőítünk minden angyallal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Mindenség, Ura Isten,
szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem érsz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, a templomunkban nyugvó hívekről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek, ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus béke fejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Testvéreim, most a 18-as számú éneket fogjuk énekelni.
Imádkozzunk azokért a testvéreinkért és azokkal együtt, akik most a lelki áldozásban szeretnének részesülni. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, ebben a szentségben való részesedésünk által magadhoz emelsz minket. Kérünk, tedd hatékonnyá szívünkben erejét, hogy előkészítsen minket kegyelmi ajándékaid méltó fogadására, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A fel nagy örömre kezdető éneket énekeljük a Szent Mise végén, most pedig áldást kérünk az Úrtól, erősítse meg hűségünket az Isten háza iránt, de tegyen profétává minket is, hogy örömünket továbbadjuk, és hirdessük, hogy az Isten meglátogatta az ő népét. Áldást kérek a jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV és Hegyvidék TV kedves nézőire egyaránt. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon, őrizzen és védelmezzen benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen! Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélem és bízom benned. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörülj érettünk. Magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögjetek érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei,